Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a Hello Show YouTube csatornáján! Mint ahogy már a Facebook oldalunkon, csoportban itt-ott, amott láthattátok, a mai videóban, és persze a cím alapján is tudja mindenki, hogy a mai videóban a MiTV Stick globál változatáról lesz szó. Két részre osztom az egész bemutatót, vagyis tesztet, vagyis az első bemutató lesz, a második videó pedig teszt. Ugye a Facebook oldalunkon ott megkértem a kedves követőinket, hogy mondják el, hogy mit kéne tesztelni egy ilyen készüléken, bár azon kívül, hogy elméletileg itt tudja Netflixet, HBO-t, YouTube-ot, stb. stb. stb, stb Twitch-et, tudja, benne van, hogy ezek hogyan működnek, például hbo gon magyar régió, miért nem menne Netflixen is, miért nem menne ugye az eddigi globál készülékeken, mindenhol jól, hát tökéletesen nem mondom, mert ez app függő is, de kitűnően működnek ezek az alkalmazások, de majd a videó második felében, a második részében ezt be is mutatom majd tévén, hogy hogyan működik. Ebben a videóban szó lesz a, a stickről, hogy mit tud, milyen tulajdonságai vannak, és holnap jövök, majd a tesztel, hogy addig az ott leírt javaslatokat végig fogom nézni, végig fogom kattintgatni, és kiderül, hogy patentul működik-e, vagy sem, vagy egyáltalán, vagy csak félig, vagy meddig, úgyhogy ez majd kiderül. Na, fussunk is neki, menjünk a kamera alá, közelről bemutatom a doboz, a tartalmát, közben elmondom pontosan, mit is tud ez a kis kütyű. Szóval meg is érkeztünk a kamera alá, nézzük is közelebbről Ez a Super Android TV Mi TV sticket. Mint azt tudni illik róla, Full HD felbontású, 60 FPS videó kimenettel rendelkezik, tehát nem a 4K-s verzió, ami a kínai, de lehet, hogy az is meg fog érkezni hamarosan. A Xiaomi szerint a Netflix, az HBO Go, YouTube, Red Bull TV, Prime Video, Spotify, Google Play, az alap, Twitch, Disney Plus és a Google Play is működik rajta, de majd ezeket szépen tesztelni fogjuk. Ezen felül Google Assistant is működik rajta, hangol vezérelhetjük az a Google okos otthonba tartozó eszközeinket. Mi van a dobozba? Itt mutatja is a stick, a táványtól és egy tápegység. A hátulján pedig az szokásos, Android TV, bla bla bla, Control TV, válasszál több mint 500 ezer moziból és TV adásból, stb. És a Chromecast is beépített, tehát ki tudjuk vetíteni bármilyen tévére, ami HDMI-vel rendelkezik, a telefonunk vagy tabletünk képét. HDMI-vel rendelkezik, Wi-Fi-vel csatlakozik és Full HD-s. Na, menjünk is bejebb a dobozba, mert mindenkit szerintem csak az érdekel. A csomagot, amiben megtalálhatóak különböző leírások. Meg is nézzük őket. Mit tévészik Xiaomi és magyar. Hát ebből most kimaradt a magyar, úgyhogy angolul kell sajnos végigmenni azon, hogy dugba a tévébe, dugba a 220-ba, és hajrá. <hül> Biztos nagyon nehéz ez, szóval nem egy nagy ördöngőség az egész. És itt még egy kis információ a termékről. Aztán felhasználói tudnivalók, xiaomi többféle nyelvben, minket ez sem nagyon érdekel. Na, lássuk is közelről a Mi TV sticket, szuper kis cucc, van rajta egy kis fólia, majd leszedjük, ugye ez volt lesz van az USB HDMI, azt nem írja pontosan melyik, de szerintem tudni csak egy 2.1-es, amit tud, meg is van, 5 voltos bemenet, made in China, Úrrá, de le is veszem róla ezt a fóliát. Gyönyörű, szép, zongora lak fekete. Tuti, szét fog karcolni három másodpercet. Na, itt találjuk rajta a mikro USB csatlakozót, ami elméletileg kizárólag csak töltésre használható, tehát áramellátásra, tápellátásra. Majd ezt is kipróbáljuk, hát ha nem, de majd kiderül. Mi van még a robozban? Lássuk is! Van benne egy távirányító, ami nagyon szükséges hozzá, hogy tudjuk használni ezt a remek kis sticket. A távirányító, ha már valakinek volt a kezébe mi boxnak a távirányítója, akkor nagyon-nagyon hasonlatos, vagy mint ahogy mutattam nem nemedékében a projektornak a táblájtója is hasonló lehet, de meg tudom nektek mutatni, a globális Mi Box s újra össze tudjuk hasonlítani. Hát olyan csúnyán nem ment félre a téma, ugyanúgy megvannak a gombok, az elrendezés, ugye felül a kibekapcsoló, itt a Google assistant a gombja, nekünk még annak idén még csak egy mikrofon gomb volt, de szinte ugyanaz. Itt a kör, vezérlés középen az OK gomb. Hát, lehet, hogy ugyanis az. Aztán ugye az alkalmazás gombok, visszagomb és a Home gomb, ez a karika. Netflix gomb, itt szép fehére kiemelve, és a Prime Video. Ez két dedikált gomb, nem lehet őket programozni, úgyhogy amit megnyomod, az fog elindulni. És a hangerő gombok. Szóval ennyit jelent, bele kell tenni kettő darab három ás elemet vagy akkumulátort, kinek mi tetszik jobban. Mi van még a dobozban? Természetesen van hozzá egy szimpla usb és olyan, mint a telefon töltő, egy hálózati tápegység, ami nem tud többet, mint 5 volt, 1 amper, tehát egy normál, egyszerű telefon tudjuk helyettesíteni, vagy ezt is használni. És még a csomagban megtaláljuk hozzávaló, hát nem a legjobb minőségű, de egy egyszerű ugye nem adat erre, csak elektromos áram átvit erre alkalmas USB kábelt, ami megy bele a stickbe. Így né, e másik végén megy bele a tápegységbe, egy, és mehet be a tévébe, vagy fordítva, kinek hogy tetszik. és ennyi a doboz tartalma, szóval ennyi van benne. Na no, de mit is tud valójában ez a kis stickes témánk, ugye 92,4 mm hosszúságú, 30,2 mm szélességű és 15,2 mm széles, valakinek fontos lenne a méretek súlya, 28,5 gram, nagyon kis könnyű, egyszerű, tehát ha bedugjuk a HDMI portunkba, akkor nem fog kiesni, vagy kicsúszni, vagy lehúzni magát, kitörni saját magát, úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Tehát, hogy mondtam, a kimenete az 1080p felbontású, tehát full HD, és 60 FPS-t, azaz 60 képet tud másodpercenként átküldeni a tévére, reméljük a tévétek is tudja. Maga a rendszer, a, a vas benne, az egy négy magos Cortex A53-as CPU, a grafikáért pedig egy ARM Mali 450, vagy ARM Mali 450 szolgálja a teljesítmény. 1 GB memória van benne, és 8 GB háttértár, ami amit osztozni, amin osztozni kell az Android rendszerrel, így marad nagyjából 5 gigánk arra, hogy letöltsünk pár alkalmazást, vagy képet, vagy stb. Hát sok film nem fog ráférni, úgyhogy ezzel nem kell bajlódnunk. Ugye stream szolgáltatást lehet inkább csak igénybe venni, mert az USB az nem működik csak töltésre. Így házaton keresztül, nason, vagy, bár, vagy PC-n, vagy bármin keresztül lehet használni wi n keresztül viszont nagyon jól fog menni minden, de ezt a tesztek alapján meg tudom mondani, hogy tudja 2,4 és 5 GHz-es wi t is, ABGN AC szabványokat, tehát ezzel nem lesz gond, Bluetooth is van benne, 4.2, ugye az meg feltétlen szükséges a távirányítóhoz. Maga a szoftver az Android 9 TV egy elég fejlett dolog, de én mindig javaslok némi kiegészítőt hozzá, bár YouTube-ozni. YouTube-on szoktunk valaki felvetette a YouTube uh, Vensed verziót is. Az nem erre készült, nem Android re nem telegram de mindegy, azt nem fogjuk tesztelni. Na, szóval akkor közelebbről ennyi is lett volna a kis készülék. Gyorsan elköszönünk, mert ugye megyünk tesztelni, mert az mindenkit jobban érdekel. Szóval ennyi is lett volna ez a kis videó, ez a kis bemutató, maga a stick az szinte tök ugyanaz, mint a Mi Box S, tehát ami két évvel ezelőtt kijött kis doboz, de viszont nem kell hozzá HDMI kábel, nem kell hozzá külön mindenféle izé, hanem csak bedugjuk a TV HDMI-be, adunk neki egy kis tápot, és már azonnal röcög nekünk egy Franco Androidos TV, Szóval minden tévéhez jó lesz, amin van HDMI csatlakozó, és már is egy okos androidos készüléked van. Na, szóval következő videóban, azaz holnap folytatjuk, addig is a Facebookon írt problémák, vagy hát problémás appokat tesztek, vagy hát a Facebook oldalon írt javaslatokat végig fogjuk, végig fogjuk fogjuk, fogom, nincs más itt senki, zongorázni, és megnézem, hogy működnek-e, hogyan működnek, mi a megoldás, vagy, vagy használható mind arra, amire szeretnénk egy média lejátszót, tehát ez nem egy mini számítógép, mert Android tv van szó, nem sima Android van rajta, úgyhogy mindenre azért nem használható, hanem inkább média fogyasztásra, online és offline. Na! És ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a csatornánkra, nyomd meg a kis csengettyűt is, hogy értesülj a következő teszt videóról. Lene maradj róla, gyertek Facebookra, dumáljunk alatta, hogy mit tud, mit nem tud, mit hagytam ki, és még mit tudok beletenni ebbe a tesztbe. Sziasztok!